Sziasztok! Ma megint lángos lesz itthon az ebéd, de természetesen megint máshogy csinálom, mint az eddigiekben, mert hát mindent lehet 80 féleképpen. Úgyhogy most tejet teszek, nem vizet a tésztájába, ez fél kiló liszthez 25 deka krumplit föltettem sós vízbe főzni, és mivel ebben lehet bővebben élesztőt, így egy ilyen, ez már pont 2,5 deka maradt ebbe a kis zacsiba, a langyos tejbe, ezt így beleszórom, és addig hagyom, hogy elkezdjen futni, amíg a krumpli megfőd. Egyébként friss élesztőt, megmondom őszintén, nem nagyon szoktam felfuttatni. A szárítottat futtatom fel mostanában, használom. Ja, és ha nincs friss élesztőtök, akkor egy tasak szárított, mert annál előfordul sajnos, hogy be van dögölve. A friss élesztőnél én még sose szaladtam rá erre. Úgyhogy hát a szárítottat mindenféleképpen, a frisst meg ajánlott egy kicsit ide betenni. Ezt most megfőzöm, leszűröm, összetöröm és hagyom kihűlni. Na hát, és jó házi gazdaként van nekem itthon egy csomó ilyen jóféle vagy füstölt, vagy szárított húsom. Ugye van basztúrmám is, majd belinkelem ennek, és ezt csak hűtőbe meg kell szárítani ilyenkor. Nyáron is meg lehet, le kell sózni, ezt karajból csináltam. Ez szintén füstölt karaj, ezt sonka helyett szoktuk enni. De hát vannak nekem így le zsugorfóliázva ilyen rendes füstölt sonkáim is. Ez lapockából van, azt hiszem, de lehet, hogy comb, és akkor hívhatom sonkának. És nem sózni fogom most a tésztáját a lángosnak, hanem ebből fogok beletenni, tehát egy sonkás, burgonyás lángos tésztát készítek, és arra fogok tejfölt reszelt sajtot tenni, és teljesen más íze van. És ugye lehetne ilyen töltött lángost csinálni, meg az olaszoknak erre van valami neve, nekik van egy külön egy ilyen kajájuk, de az már nem lángos, az már inkább ilyen lángos tésztából csinált töltött batyú. A lángos az ugye kerek, megkenjük, esszük, tehát nagyjából így lehet elképzelni. De most, ha már elővettem ezt a jó kis, ezt bükkfán füstölöm egyébként, füstölt sonkát, akkor ebből most én szeletelőgéppel vágok le belőle egy jó pár szeletet, amit utána felvágok apróra. De mondom, meg lehetne csinálni ilyen basztúrmával is, meg füstölt karajjal is akár. Ennek meg majd belinkelem a receptjét a videón, ezt már nagyon sokan megírtátok, hogy van, aki most már folyamatosan csinálja, mert annyira szeretik otthon. Na, közben ezt leszeletelem akkor. Na, ez 8 dekát szereteltem le, ugye ilyen jó vékonyra föl van vágva, és akkor ezt még átvágom hosszában is, meg keresztbe is, tehát ilyen jó apróra, és így nem fogok szinte sót se tenni a tésztába, mert ugye ebbe ezért én nem csinálom nagyon sósra, tehát kevesebb sóval pácolok, mint a előírás, pont azért, hogy ehetőek legyenek így naturon is a sonkák. De ezt még szépen bele fogom tenni a tésztába, és amíg kell a tészta, ebből a só gyönyörű szépen bele fog oldódni. Ez meg ugye eleve sós vízben van főzve, tehát szerintem ennyi só bőven elég lesz bele. Na, megfőtt a krumpli, így jól szétnyomkodtam a dagasztótálba, és most már ilyen kézmeleg, tehát most már mehet a 25 deka krumplihoz fél kiló liszt. Ja. És akkor most ugye só helyett beleteszem a marék finomra vágott füstölt, házi füstölt sonkát. Fontos, hogy házi, mert ezek a boltiak, azok nem is elég sósak, meg ízük sincsen. És akkor itt van ugye a élesztős tej. Beleöntöm, és ez szépen. Valamikor teszek bele egy kanál zsírt vagy olajat is, de most nem fogok, akkor egy kicsit könnyebb dolgozni a tésztával, és akkor só csak a krumpliba van, meg a sonkába, mert ezt most szép simára kidolgozom. És összegyúrtuk a tésztát, onnan mindig olajozzátok a kezeteket, mert ez egy ilyen közepesen lágy, tehát ilyen szinte már pizzatészta-szerű állaga jó, és nem kell megijedni, hogyha elkezditek gyúrni először, nagyon nem akar majd összeállni, mert ugye ebbe kevesebb víz van gyárilag, mert ugye lehetne bele többet tenni, mint kell tészta. Ellenben a krumpliban lévő víz az majd gyönyörű szépen
bele fog a tésztába menni, és akkor lesz egy ilyen tök jó. És látjátok, beletettünk egy csomó sonkát, de nem is annyira feltűnő benne. Ellenben nagyon-nagyon jó ízt fog adni, mert már most is ugye bele fog a kelési folyamat alatt az íze menni a tésztába, plusz belőle a só. Na most ezt hagyom legalább egy fél órát kelni. Na az az igazság, hogy 20 perc telt el, na beolajoztam a rongyomat, nem baj. És nézzetek meg, mennyire megkelt, úgyhogy már most kigolyózom. Nem fogok nagy golyókat csinálni, mert én ilyen kisebbeket szeretek itthon, mert később könnyebben rá lehet nyúlni és még enni, hogyha valaki akar. Úgyhogy ezeket most kigolyózom. Na, most ilyen kis 10 dekás gombócokat csináltam, és ezt is már sokszor megmutattam, de hát mindig vannak új nézők a csatornán, hogy én úgy szoktam gömbölyíteni, hogy szépen így a asztalon. Ja, és a lángosnál csak olajozok mindent, ezzel az ujjammal, így szépen picit meg is olajozom a kezemet, itt így beförgetem a kezem alá, először összenyom, és nem kell nagyon rányomni, és akkor ezzel a technikával, amikor érzi az ember, hogy dagad, akkor engedi fel a kezét, és ilyen gyönyörű szép kis gombócokat lehet csinálni, és hát nem utolsó sorban tök gyorsan, tehát nem kell így gyogyókázni, hanem pikpakra meg lehet formázni. Golyózás után még legalább egy 5 percet hagyom kelni, és annyi olajat tettem az edénybe, idáig ért, tehát legalább egy majdnem 1,5-2 centi, hogy sülés közben ne érjen direkt be az aljához, mert akkor még az ott hamarabb meg tud sülni, vagy égni, az nem olyan jó. Ezt most hagyom egy kicsit kelni, addig reszelek le sajtot, meg a tejfölt kikeverem. Amik kellnek a kis golyócskák, egy ilyen nagyobb gerezd fokhagymát. Lereszelek a legkisebb lukú reszelőmön, ami van itthon. És egy nagyon pici vizet fogok ráönteni. Ugye a piacon is ki van téve, meg lehet kenni fokhagymával a lángost. Ez ugye még plusz ízt fog a végén neki adni, és azért vizet, mert ugye hát az olajat sajnos meg is tudja szívni magát, meg ilyesmi, úgyhogy nem kell bele sok, de egy kis így. És ez addig, ameddig sűrnek a lángosok, addig ez így szépen ázik benne, és gyönyörű szépen föl fogja venni a fokhagymának az ízét a víz. Na és az olajat, ugye lágyújtottam, egy pici lisztet beleszórok, és amikor már látszik, hogy elkezdett körülötte így pezsegni, akkor lehet nekiállni, és itt is mondom, hogy lángosnál mindig csak olajozok, és lehet akár úgy, mint egy pizzát, hogy szépen így a asztalon, ilyen olajos asztalon szétnyomjátok, lehet jó vékonyra széthúzni. Úgy, ezért jó, hogyha kicsit lágyabb a tészta, mert akkor ilyen jó nagyra ki lehet nyújtani, és mehet bele az olajba. Hát lehet, hogy még egy picit lehetett volna melegebb, de látjátok, bőven elfedi, tehát úszik benne, hogy ne égjen meg a edény alján. Na, elkezdem most szépen megsütni. Az elsőnél nem volt elég meleg az olaj, de azért ez is szépen megsült, de ha elég meleg az olaj, akkor látjátok, egyből elkezd ilyen szépen fellukisodni, akár már ilyenkor is át lehet fordítani, és akkor a széle tényleg olyan lesz, mint a lángos, belül kicsit vékonyabb. Úgyhogy a lényeg, hogy ezeket most szépen megsütöm, aztán jövök a kóstolással. És persze én se bírom megvárni, hogy elkészüljenek, úgyhogy muszáj vagyok már most egy kóstolást foganatosítani. Ezzel a kis fokhagymás lével lekenem, és én úgy szoktam, hogy csak az egyik felére teszek egy pici, hát vagy ki mennyit akar, ugye tejfölt, ugye a sonka most, milyen fokhagyma illat lett, ahogy ki dobta ezért, és most ilyen trapista meg gouda sajtot felesben reszeltem le, és ezt én így rá szoktam hajtani. Halljátok, hogy ropog? Egyébként. Na, és... Hát... Aki a lángost szereti, az rossz ember nem lehet. Szokták volna mondani.
Figyeljetek! Tök finom. Lehet csinálni persze nagyobbra is, meg ezt most az előbb, mert hogy átfordíthattam volna. Ezt lehet csinálni nagyobbra is, én 10 dekás gombócokkal csináltam. De tök jó, van egy pici füstös íze is a sonkától, aki akar még egy picit többet is lehet bele. De teljesen jó. Ropog. Hát ma is jó ebédünk lesz. Úgyhogy ezt is bátran ajánlom mindenkinek. Szerintem mindenki meg tudja csinálni. Úgyhogy nyugodtan álljatok neki. Jó étvágyat kívánok hozzá, jó főzést, könnyű kajákat. Sziasztok!